erős váromi Istenünk. Kevin Baconnel, az ismert amerikai színésszel készült egy interjú, amiben arról mesélt, hogy a 6 éves kisfia mit mondott neki az egyik filmje kapcsán. Apa, annyira klassz volt, ahogyan felugrottál a tetőre, és ott lógtál a tetőgerendán. Hogyan csináltad ezt? Kérdezte a kisfiú. Az az igazság, kisfiam, válaszolta a színész, hogy igazából nem is én csináltam, hanem egy kaszkadőr. Mi az a kaszkadőr? Érdeklődött a gyerek. Olyas valaki, aki úgy van felöltözve, mint én, és megcsinálja helyettem azt, amit én nem tudnék megcsinálni, mert az túl veszélyes lenne. Aha, értem már. És van az a rész, amikor átlendülsz azon a rúdon, és éppen talpra esel. Azt hogyan csináltad? Tudod, kicsim, azt is a kaszkadőr csinálta, nem én. Ő sokkal jobb tornász, mint én vagyok. A kisfiú elgondolkodott és megszólalt, de akkor végül is mi az, amit te csináltál a filmben? A színész először zavarba jött, majd így válaszolt, én zsebeltem be a filmért az elismerést. Jézus a mi szerepünket vállalta magára azért, hogy nekünk örök életünk legyen, és osztozzunk Isten dicsőségében. Helyettünk szegezték oda a keresztre, váltságul a bűneinkért, hiszen rajta kívül nem volt senki más, aki képes lett volna győzelmet aratni a bűn és a halál felett. És mindezt azért, hogy nekünk életünk lehessen.